Életvezetési és szakmai képzésekkel segíti a munkába állást vagy a munka világába való visszatérést az a Fehérgyarmati Közösségi Központ, ami egy 8,9 milliárd forintos országos projekt részeként valósult meg a településen. Az országban 17 helyen valósul meg ez a beruházás. Ennek az oka, hogy miért pont Fehérgyarmaton, hiszen az egyik leghátrányosabb helyzetben lévő kistérség, a Fehérgyarmati kistérség, nagyon magas a munkanélkülek, illetve most már a közfoglalkoztatásból élők száma, és szembesültünk azzal, hogy bizony-bizony helyhiány tapasztalható, hogyha képzésekről van szó. Ez egy innovatív központ is lenne, nem csupán csak tantermek és a képzéseket lebonyolító helyszín, hanem egyértelműen a Tűr István Kutatóközpont céljának megfelelően egy olyan innovációs, szellemi innovációs lehetőség is a térség számára, ami kiúrási lehetőséget adhat, vagy elősegíthet a térség lakóinak a számára. A több funkciós innovatív közösségi központ a felzárkóztató programokhoz nyújt a térségben élők számára hozzáférési lehetőséget. A 17 kiválasztott település szorosan együttműködik az országos roma önkormányzattal. A helyszínek kiválasztásában objektív adatok játszottak szerepet. Sajnos a térség munkanélküliségi mutatói, illetve a képzettségi mutatói olyan szinten vannak, hogy mindenképpen indokolt ennek a térségnek a fejlesztését elkezdeni, hiszen jellemző az, hogy a térségben élők képzettsége nem illeszkedik a mai kor elvárásaihoz, illetve képzetlen munkanélküliekről beszélhetünk. Ez a központ tulajdonképpen azt a szerepet vállalja fel, hogy ezeket a hátrányokat csökkenti az elkövetkezendő években, hiszen olyan képzési, életvezetési programokat fog a munkanélküliek számára biztosítani, amelyek visszavezetik őket a munka világába. A projekt célja a társadalmi integrációt elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, valamint a helyi szinten elérhető szolgáltatások fejlesztése és bővítése. Közösségi központ, tehát azt lehet mondani, hogy lényegében mindenkire gondolunk, de bizonyos szolgáltatások azok nyilván a munkanélküli emberek számára lesznek elérhetőek. Bizonyos szolgáltatások pedig az egész kistérségben, sok mondhatnám, mindenki számára elérhetővé válnak. A Fehérgyarmati Központ másodikként kapta meg a használatba vételi engedélyt. A Tűr István Képző és Kutatóintézet 15 éves fenntartási időszakban gondoskodik a komplexum üzemeltetéséről.